Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Makovec Imre leggigantikusabb terve valósul meg Makón. Ma helyezték el a Maros-Lelei bölcsöde alapkövét. A város egyik építői voltak a makói zsidók. A 13 már megépült makoveci remekmű megalapozta városunk hírnevét a múltban és a jelenben, a jövőben pedig új távlatokat nyithat egy új beruházásnak köszönhetően. A hagymatikum bővítésével kapcsolatos kivitelezési szerződést a mai napon írták alá, így hamarosan megkezdődhet a közel 10 milliárd forintos projekt. Az eseményen Petrás Mária Prima Primissima díjas népdalénekesnő előadását követően Farkasév Erzsébet polgármester köszöntőjében kitért arra, Makovec Imre első 1996-os makói látogatásától kezdve az itt élőket mindig közös cél vezérelte abban, hogy ápolják örökségét, ez pedig a régi építészeti értékek megóvása mellett az új és egyedi értékek megteremtése. Ma már 13 Makovec épület dicséri a mester kezemunkáját, aminek folytatásaként két éven belül megvalósulhat egyik remek művének, a hagymatikum fürdőnek a bővítése. A magyar kormány december 30-án és április 7-én világos és egyértelmű üzenetet adott városunknak. Az üzenet által elismeri és támogatja azt a munkát, amit az elmúlt időszakban Lázár Jánossal közösen elvégeztünk a fürdő bővítésére vonatkozóan. Elismeri és támogatja ugyanakkor azt a hatalmas munkát, amelyet a makói vállalkozások végeztek az elmúlt időszakban a helyi turizmus fejlesztése érdekében. És elismeri és támogatja az elmúlt 25 év városunkért tett erőfeszítéseit és szolgálatait. A rendezvény meghívott vendége volt Búzás Péter, Makó korábbi polgármestere is, akinek hivatali ideje alatt a településen megépülhetett és elkezdhette működését a fürdőkomplexum. Beszédében visszatekintve a rendszerváltás utáni időszakra elmondta, egy turizmusfejlesztési programot dolgoztak ki, amelyben a termálvízkincsre és a különlegességnek számító makói gyógyiszapra akartak építeni. Ekkor már néhány makoves stílusú épület állt Makón, és a fürdő megtervezésével is őt bízták meg. Ennek a komplexumnak a még meg nem épült tervei kerülnek most megvalósításra. Ez a mai nap, ez a makói turizmusnak egy olyan következő ütemét indíthatja el ezzel a gigantikus beruházással, ami hát új távlatokat nyit az itteni turizmusban. Köszönöm elsőként országgyűlési képviselőnknek, kormánybiztos úrnak azt, hogy a mostani beruházásod a legfontosabbat, a politikai támogatást és a pénzügyi hátteret megteremtötte. Enélkül most nem tudnánk itt lenni. Köszönöm polgármester asszonynak és vezetőtársainak azt, hogy az ehhez szükséges koordinációt, döntéseket meghozzák. És köszönöm, hogy ennek az egész ügynek sikere elsősorban a makóiat fogja szolgálni. Lázár János a beruházás kivitelezéséért felelős kormánybiztos beszédében elmondta, három fontos dologra volt szükség ahhoz, hogy eljussanak a jelenlegi helyzetig. Először is az alapötletre, amely meghatározta a város hosszú távú jövőjét, és egy zseniális tervre, melyet Makovec Imre az Alföldre álmodott meg. És a harmadik dolog az ötleten, a terven túl a bátorság, ami kellett ahhoz, hogy a mai napig eljussunk, hiszen a város mai vezetői polgármesterasszonnyal az élen nem riadtak vissza attól, hogy egy ekkora, a város erejét messze meghaladó beruházásba kezdjenek. Egy olyan időkben, ahol 2008-ban gazdasági világválság, manapság pedig emberi válság, egészségügyi válság pusztít bennünket, kell ahhoz bátorság, hogy egy 23 ezeres városban, egy 10 milliárdos beruházással, megduplázva ennek a mai fürdőnek a kapacitását, egy város vezetése merje azt mondani, hogy ez a jó irány, és ebbe kell fektetni minden erőforrásunkat, fizikai, szellemi, gazdasági erőnket. A konkrét munkák így már május hónapban megkezdődhetnek, azokat a nyertes kivitelező a székesfehérvári székhelyű Fehérép építőipari Kft. Fogja elvégezni. A szerződés szerint a fürdőbővítés beruházási ideje 16 hónap.
A járványügyi helyzet miatt szűk körben, ünnepélyes keretek között kerítettek sort ma a Maros-Lelei bölcsöde alapkőletételére. Az eseményen részt vett Lázár János országgyűlési képviselő, Gémes László a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke és Drimba Tibor polgármester. Új fejezet veszi kezdetét Maros-Lelén, mivel egy topos pályázatnak és Lázár János a térség országgyűlési képviselőjének köszönhetően tud egy újabb lépést tenni a település a fejlődés útján. Az országgyűlési képviselő kiemelten ejtett szót Martonosi György és Drimba Tibor polgármesterek közösségépítő munkájáról, amelynek jóvoltából tudott Maros-Lele közelebb kerülni a nagyobb városokhoz, és megállt a lélekszámcsökkenés. A választókörzetem azon kevés települései közé tartozik, ahol nem csökken, hanem nő a lakosság. Ennek egy szimbóluma az is, hogy Maros-Lelén bölcsödét kell építeni az óvoda mellé. A kormány támogatásával mintegy 165 millió forintból változik meg az óvoda, és épül egy bölcsödei szárny, amely lehetőséget biztosít minden családot nevelő házaspár, illetve elsősorban az édesanyák számára, hogy könnyebb legyen boldogulni, illetve egyszerre több helyen is képesek legyenek helytállni, hiszen anyaként, illetve munkavállalóként is helyt kell állniuk a mai hölgyeknek, a mai nőknek. A kistelepüléseknek nagy jövője van, emelte ki beszédében Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke, aki kitért a kormányzat támogatására és a térség országgyűlési képviselőjére is, aki a vidék fejlődését segíti. Én látom azt, hogy ennek a térségnek nagyon kemény és nagyon markáns és nagyon kreatív az országgyűlésben lévő képviselete, hiszen látva ezeket a településeket rengeteg fejlesztés érkezik, és nagyon-nagyon sok ötlet valósul meg. Megmondom őszintén, a megyei önkormányzatnak is sokkal könnyebb a munkája, amikor ilyen országgyűlési képviselőkkel tud együtt dolgozni, és nagyon könnyű a munkánk, amikor olyan polgármesterekkel tudunk együtt dolgozni, akik tudják, hogy mit szeretnének, tudják, hogy a településükért szeretnének tenni, és azért is dolgoznak. Én a jövőben nagyon sok fejlesztést kívánok még Maros-Lelének, nagyon sok terv van, képviselőről is rengeteget egyeztettünk már itt a tervekről, közútfejlesztésről, kerékpárutakról, egyéb intézményi fejlesztésekről is, természetesen polgármester úrral is szinte mondhatom azt, hogy heti kapcsolatban vagyunk. Hozzátette, a megyei önkormányzat azon lesz, hogy a településeket a jövőben is támogassa a fejlődésben. A polgármester elmondta, hogy a régóta tervezett bölcsőde megépülésével reméli, hogy még vonzóbb lesz Maros-Lele a betelepülők számára. Községünk lélekszámának alakulása lassú ütemű, azonban folyamatos emelkedés mutat. Az elmúlt néhány évben átlagosan 20 gyermek született településünkön. Ma a családok védelme a legfontosabb közösségi érték, melyet az új épület alapköve is hivatott szolgálni. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Maros-Lele községi önkormányzat és településünk lakosai nevében a magyar kormánynak, hiszen önerőből ez a beruházás gondos gazdálkodásunk mellett sem valósulhatott volna meg. A beszédeket követően a jelenlévők elhelyezték az időkapszulát, amely számos rajzot és üzenetet tartalmaz a jövő számára. A munkálatok hamarosan elindulnak, és remélhetőleg a beruházás egy év múlva befejeződik. A magyar kormányzat 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. Az első ilyen megemlékezést 2001-ben tartották. A történelemnek ezt a sötét időszakát a térség sem kerülhette el. Makóról és környékéről mintegy 1200 zsidó származású lakost vittek gyűjtőtáborokba. A református, a görögkatolikus és a római katolikus mellett a negyedik vallási felekezet a zsidó volt Makón. Az 1800-as évek második felétől nagyon sokat tettek azért, hogy a város modernebb és polgáriasultabb legyen. Az 1848-as forradalom és szabadságharcba 100 makói zsidó katona állt be, a legújabb kutatások szerint pedig 238-an vettek részt az első világháborúban. Az egyik leghíresebb zsidó háznép a városban az Iric család volt. Az első világháború idején a legmagasabb tisztségig Iric Nándor gabonakereskedő vitte, aki a német vezérkarhoz került, századparancsnoki rangban. Megkapott egy rakat német, illetve egy rakat magyar kitüntetést, többek között a Vaskeresztet is megkapta, meg a német becsületrendet is, tehát egy remek katona volt.
1920-tól megkezdődött a zsidók korlátozása. Végül 1944. április 16-án a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai felállították az első gettókat és gyűjtőtáborokat a korabeli Magyarország Kárpátaljai területén. Mintegy 3000 Makón és a térségben élő zsidót zártak össze. Innen Szegedre vitték őket, Szegedben a hatalmas gyűjtőtáborból pedig, hát vagy ausztriai munkatáborokba, vagy pedig az auschwitzi megsemmisítő táborba kerültek. Az áldozatok pontos számát nem ismerjük, 1200 körüli az ő számuk, viszont elég sokan visszatértek, főleg azok, akik ausztriai munkatáborokba kerültek. Újraindult az élet, gyakorlatilag megalakultak az ortodox, illetve a neolókit községek. A kommunizmus időszakát követően folyamatosan vándoroltak el a városból a zsidó családok, és 1990-re szinte teljesen kiveszett az egyik legősibb vallási közösség. Ma már csak egy kicsi csoportjuk van jelen. A járványügyi helyzetre való tekintettel az idén is csendben róhatjuk le tiszteletünket az elhurcoltak előtt a makói rendőrkapitányságnál található emlékműnél. 1920 és 23 között Makón vendégeskedett a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, József Attila. Városunkban igen nagy kultusza van, hiszen több intézmény és utca is róla kapta a nevét, valamint ahol megfordult, kőtábla jelzi. Az egyik ilyen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat makói csoportjának a székházán található, melyet a napokban koszorúztak meg a tagok. Bár rendezvényeket és személyes adománygyűjtéseket most nem lehet szervezniük, ahol tudnak, jelen vannak és képviselik magukat a szervezet munkatársai, ezért is csatlakoztak az országos megemlékezéshez és rótták le tiszteletüket József Attila emléktáblája előtt a Magyar Költészet Napja alkalmából. Keszner Zoltánnak volt a szolgálati lakása, amely egy nagyon jól felszerelt, ugye a polgári értéknek megfelelő emberek laktak benne, és ugye rengeteg jó könyve volt, és József Attila ugye makói tartózkodása alatt nagyon szeretett idejárni, és jól érezte magát Keszner Zoltánnal és családjával. Ezt követően közgyűlésre került sor, melyen részt vette a Kecskeméti Régió Központ küldöttsége is. Dr. Rigó Orsolya, a regionális ügyvezető elmondta, a makóiakkal együtt 23 csoportjuk van ebben a tájegységben, és folyamatosan igyekeznek a kapcsolatot tartani azokkal az emberekkel, akik számítanak rájuk. Ahogyan azt a jogszabályok engedték, élelmiszer és tisztálkodási csomagokat osztottak, de péksüteménnyel is kedveskedtek a rászorulóknak az elmúlt évben. Iskolák és különböző intézmények felé fordultak, ahová leadták a rendelkezésre álló adományaikat. A mi felelősségünk az bizony nagy ebben a helyzetben. Minden adott településen igyekszünk megtalálni azokat a módokat, hogy az ott élőket valamilyen formában tudjuk segíteni. Makón, ahol ugye önkéntes csoportunk működik, inkább azt tudom mondani, hogy az adományozási tevékenységünk tud nagyobb lenni, és nagyobb odafigyeléssel, nagyobb szortimenttel, jobban odafigyelve kell osztanunk adományokat, kicsit rendszerben foglalva azt, hogy azokat, akinek valóban szüksége van rá, azokat ebben a nehéz időszakban is elérjük. De más településeken, ahol működik foglalkoztatási programunk, ugye akkor azokra koncentrálunk, illetőleg ez a szeretett szolgálat egy hatalmas intézmény fenntartói is, tehát a bentlakásos intézményben élőkért pedig maximális felelősséggel tartozunk, hiszen ők ránk vannak bízva. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat helyi csoportja most ünnepli 30 éves fennállását, így a múltat is felevenítették a találkozón. Dr. Kisrigó László római katolikus megyéspüspök április 12-től ismét engedélyezte, hogy nyilvános szentmiséket lehessen tartani a Szeged-Csanádi Egyházmegye templomaiban. Ez a rendelet Makót is érinti. Az enyhítés ellenére viszont több óvintézkedést is be kell tartaniuk a híveknek. Televíziónk most vasárnap is közvetít majd istentiszteletet, ugyanis van olyan felekezet a településen, ahol még nem vehetnek részt személyesen a lakosok a szertartásokon. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Az elmúlt hetekben műsorkínálatunkban rendszeresen megtalálhatók voltak a római katolikus misék is. A felvételeket YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is közzétettük azért, hogy a pandémia alatt minél többek kapcsolódhassanak be otthonról az imádságba. Ennek a kezdeményezésnek sokan örültek. Tért ki rá Páfai Zoltán atya. Ami hozzám eljutott, mind-mind pozitív visszajelzés volt, hiszen alapvetően az emberek nyilván a saját templomukba szeretnek járni Szent misére, tehát nagyszerű ez a lehetőség, hogy a világháló mindenféle egyéb nagyszerű kínálattal rendelkezik, akármelyik városban, gyakorlatilag a világ bármelyik pontjára ilyen módon eljuthatunk, de azért mégis a saját templomunk a miénk, a közösségé, és nagyon örültek, hogy onnan láthatták a mise közvetítéseket. Úgyhogy ezúton is köszönjük szépen. Most már azonban bárki személyesen jelen lehet a szertartásokon, tette hozzá a plébános. Mint mondta, visszatértek a megszokott miserendhez. Ennek tükrében vasárnaponként a Szent István király plébánia templomban 9 órától, a Szent László király templomban 11 órától, a Csanádvezértéri szervita kápolnában pedig este 6 órától várják a lakosokat közös lelki elmélyülésre. Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy több szabálynak is eleget kell tennie a híveknek. Ez jelenti nyilvánvalóan a maszk használatát, a távolság betartását, a szentelt víztartók továbbra is üresek, ugye ez is egy óvintézkedés volt már kezdettől, és ezekre kell figyelni, továbbra is ott van a bejáratnál a kézfertőtlenítő, illetve a persejezést úgy oldjuk meg, hogy a Szent mise végén kint a bejáratnál állnak a minisztránsok kosárral a kezükben, és ott lehet az adományokat elhelyezni, vagy természetesen, akinek van erre lehetősége, lehet utalni is adományt. Hozzátette, a miség megtartása mellett lelki gondozói szolgálatot is végeznek, ahogy korábban, úgy ebben a rendhagyó helyzetben is bizalommal fordulhatnak hozzájuk a gyászolók, vagy akár más lelki problémákkal küszködők. A városban a görögkatolikus hívek a járványügyi rendelkezések szigorú betartása mellett a korábbi időszakhoz hasonlóan részt vehetnek személyesen a szent liturgiákon. A következőre a hét utolsó napján 8 óra 30 perces kezdettel kerítenek majd sort a templomukban. A református közösség tagjai nyilvános istentiszteletre az előzetes tájékoztatások szerint majd május 2-ától mehetnek újra. Április 18-án, azaz most vasárnap ezért az újvárosi református egyházközség vezetőjének tolmácsoljuk a gondolatait a televízió képernyőjén keresztül. Kotormán István prédikációját 10 órától láthatják majd a Makó TV-n. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Makovec Imre leggigantikusabb terve valósul meg Makón. Ma helyezték el a Maros-Lelei bölcsöde alapkövét. A város egyik építői voltak a makói zsidók. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunkat láthatják. Ezt követően megtekinthetik Társalgó című színes, kulturális magazinunkat, valamint műsorra tűztük Farkas Éva Erzsébet polgármester Makó Info online tájékoztatóját. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!